Korszerűsödött az Újfehértót Nagykállóval összekötő út, az első ütemben a 6 kilométeres szakaszra 825 millió forintot fordítottak állami forrásból. A 4912-esnek a belvárosi szakasza is elkészült 2016-ban. A várostövező utak állapota javult, a belterületi utakon kisebb felújításokat végzett az önkormányzat saját erőből. 2016 a pályázatok előkészítésének éve volt, a terület- és településfejlesztési operatív programban 11 pályázatot nyújtott be az önkormányzat 2020-ig. Ebben vannak gazdaságfejlesztést célzó beruházások is. Egy közlekedési csomópont iparterületek feltárását segíti nekünk, ez egy közel 500 millió forintos beruházás, hiszen a 4-es számú főközlekedési úthoz csatlakozik, és nyilván nem lehet minden telephelynek kicsatlakozni közvetlenül. Újfehérton távlati cél a helyben foglalkoztatás javítása, ezért egy új hűtőház létesítése a mezőgazdasági vállalkozásokat segíteni. Azoknak szeretnénk segíteni, tehát azoknak a kisebb termelőknek, akiknek nincs annyi áru alapja, hogy ő önállóan tudjon pályázni több száz millió forintért egy hűtőházra. Mi úgy gondoljuk, hogy több kamrával megépítjük, ezt mi bérbe fogjuk adni. Ott lehetősége lesz csomagolni, manipulálni, válogatni a saját termékét, és onnan kerülhet piacra. Újfehértón a csapadékvíz elvezetése több utcában gondot jelent, ezt a hiányt pótolnák a hálózat kiépítésével. Az önkormányzati fenntartású intézmények energetikai korszerűsítésére is igényeltek támogatást.